Nem, mondj egy kicsit. Csak nagyon rövid leszek. 500 ezer üres lakás van Magyarországon. A hajléktalanoknak havonta az állam 100 ezer forintot költett hajléktalanokra. Az a kőbányai család, akit mi megpróbáltunk megvédeni, és aztán a Kopfáncsokot biztosított neki házat vidéken, 10 tagú volt. Na most számoljuk össze. 10-szer 100 ezer forint, 1 millió forint. És tudjátok, mennyiért költöztették ki őket? 2 millió forintért. Tehát 2 hónap múlva az államnak több pénzt kell rájuk fizetni, mint amennyiért kiköltöztették őket. Na most csak ezt akartam mondani, hogy gondolkozzunk el ezen, mert ez nagyon fontos volt. Jó. A kőbányai kilakoltatáshoz hozzátéve hivatalos adat van róla, hogy az a kilakoltatási akció a rendőrségnek 32 millió forintjába került. Ezt akartam én is hozzátenni. Az egyik. És én nekem van egy javaslatom, hogy vezessünk be a közértelmezésbe egy új fogalmat, ami az én olvasatomban úgy hangzik, hogy adóamnesztia. Az adóamnesztiát és kamatamnesztiát inkább, kamatamnesztiának nevezném, persze rá lehet majd vetíteni az adóhivatalra is. Azok a büntetési mértékek, amivel egy bizonyos tartozásnak az alaptőkéjét megterhelik, sokszor már ötszörösére rúgnak, mint az alaptőke tartozás. És nyilvánvaló, hogy ha az alaptőkét valaki nem tudta már valami miatt megfizetni, és természetesen itt ok és okozati összefüggés van, a munkahelyek elvesztése, a reál jövedelmek csökkenésével miatt nem tudtak az emberek fizetni, akkor még büntetjük őket avval, hogy a nem, az általad nem kifizetett összeg ötszörösét még rád verjük, és utána majd eléri azt a bizonyos 500 000 forintos értékhatárt, akkor viszem el a lakásodat. Tehát ezt a folyamatot kell nagyon gyorsan és sürgősen megállítani, ezt mindenképpen vigyük be a parlamentbe, és vigyük ki az utcai köztudatba is, hogy kamatmentes amnestia, mint kamat, rosszul mondom megint, tehát kamatamnestiát mindenképpen dolgozunk és vezessünk be, hogy ez érvényesüljön. Mert a jövő évi költségvetés is gondolom úgy készül el, hogy az adóhivatalnál is ott föl van tüntetve egy bizonyos várható bevételi oldal, amiben ezek a büntetési tételek már benne vannak. És egy ilyen tételre egy országnak a következő évi adó költségvetését felépíteni, már ott összedőlt, amikor az első számot lerajzolta. Tehát ezzel a témakörrel, akik közgazdászok meg egyebek legyenek szívesek egy kicsit foglalkozni, mert több 10 000 milliárd forintról beszélünk, amit egy költségvetésben nem lehet így beratni. Tökéletesen egyetértek, tehát a kamatamnesztia az sokkal jobb, mert bármennyire fáj is, de adót fizetni kell, hogy az állam ellássa megfelelő feladatai. A lakhatás az természetesen a legalapvetőbb emberi jog és alkotmányban a helyet, de jelen pillanatban sajnos számos akadály tornyosul elénk, hogy ezt megvalósítsuk. Mert ez a mostani kurzus úgy változtatta meg a dolgokat, hogy szinte lehetetlen ebbe a pillanatba alkotmányt módosítani. Tehát meg el kell dönteni, és itt okos jogi és egyéb szakembereknek összetudna a fejét, hogy a sarkalatos törvényekre nincs szükség. A sarkalatos törvényekkel tudták így bebetonozni a hatalmukat. Tehát ez csak arról szólt, hogy lehetetlenek legyenek. Mi a megoldás, hogy ezt megváltoztatjuk? Ászent a hatalom, amit magát az emberek kormányának nevezik, ugye április 30-a a kilakoltatási moratórium, egész életben nem tudták, hogy mikor lesz a választás. Tehát egyetértek a tökéletes, még a polgári engedetlenséggel is, mert nagyon sok embernek el fogják vinni a házat. Mi is több mint 1000 devizas ügyel foglalkoztunk már, tehát azt kell megnézni, hogy mit tudunk tenni, mert április 30 itt van, és addig alkotmánymódosítás biztos, hogy nem lesz. Tehát deklarálni kell alapvető emberi jognak, csak a hozzávezetőt most nehéz. És azt kell kitalálnunk, hogy milyen polgár engedetlenségi formákkal kezdünk ennek hangot adni. Köszönöm szépen. Beszélhetünk mindenről, de ez az egész bajnak a gyökeres alapja, hogy az elmúlt évek folyamán, évek folyamán a fizetőképes lakosság visszalett szorítva. Le lett
nyomban mélypontra, mert ha van egy fizetésképes lakosság, akkor nincs az a probléma, hogy megszűnnek a munkahelyek, viszik a házamat, nem kell 16 órát dolgoznom, 40 ezer forintért, 60 ezer forintért, ugye, és ha én tudom fizetni a hitelemet, tudom fizetni a bérlakásomat, tudom fizetni a közüzemi számlájomat, ha nekem van rendes jövedelmem, rendes megélhető, mennyire mondjuk egy határ, amiből csak az ember egy úgynevezett ügyes túlélő, vagy ha ezt a túlélő szintet már nem tudja tartani, meg akarja tartani, ne halljon ilyen, akkor kezdje el, hogy én ezt a számlát nem fizetem, azt a számlát nem fizetem meg. Igen, vagy ötletem. Először is bárki kerül hatalomra, a népnek erre kellene, meg a következőt felvezik, hogy a lakosságot fizetőképesség minimum az én úgy számolt, hogy nem vagyok közgazdász, nem vagyok jogász. De ha kimegy egy magyar állampolgár Ausztriába dolgozni 1000 euróért, hogy ugye ezt átszámítjuk, az 300 ezer forint. Na most ebben a 300 ezer forintnak, ha egy munkavállalóként legalább a 75%-át itt biztosítjuk Magyarországon, a mai viszonyunkban egy családban, hogyha bejön az a 300 ezer forint, akkor szépen meg lehet élni. A fogyasztás nő, a fogyasztás, az gerjeszti a gazdaságot, mert ugye egyető munkahely kell, mert addig vettem egy tojást, akkor veszek két tojást, akkor, vagy három tojást vesz a lakos, akkor már kell egy új tojást termelő, mert az az egy tojást termelő nem fogja eltartani ezt a 10 embert. Ezért megint egy munkahely. Ha az a tojást termelő, megint felvesz egy ember, fizető segítsen. Tehát én egyszerű paraszti észreveszi, gondolom. Beszélhetünk így szépen, hangzatosan minden, de az alapja az, hogy a magyar társadalom, az az úgynevezett középrétegi társadalom, a fizető képessége az nagyon kicsi. Éppen odáig jut el, hogy túléli egyik napot a másik napot. És akkor beszélhetünk egy lakhatáshoz, mert nekem van rendes tisztességes, a tisztességes munkám, egy tisztességes bére, úgy, mint tőlünk 400 km-re nyugatra, akkor én tudok lakhatást biztosítani magamnak. És hogy ezeket abban nem tudom megcsinálni, akkor ugye az önhibámnak. Az önhibámnak gondolod, és ne próbáljon másra rátenni a hibák, meg a problémák. Köszönöm szépen.